Sziasztok! FPV Betyárvék, és a mai videóban folytatjuk a drónépítést. Tehát beforrasztjuk a Mamba F45-ös repülés vezérlőt a drónunkba, és azoknak a perifériáihoz. Ez a videó olyan emberek számára is jó lehet, akik nem konkrétan ugyanezt a repülés vezérlőt választották a drónjukba, viszont szeretnének nézni egy videót arról, hogy hogy kell ilyen kis forrasztási pontokat csinálni, és ilyen kis dolgokat forrasztani. Úgyhogy vágjunk is bele! Az előző videóban beforrasztottuk az XT60-as csatlakozót, a kondit, a motorokat, és bemutattam nektek ezt a... Az előtti videóban bemutattam nektek ezt a stacket. Ebben a videóban szeretném összerakni ezt a drónt. Méghozzá következő alkatrészek lesznek benne. Egy R9M-es, egy FRSK R9M vevőt fog beleforrasztani. Kadix Rattel kamerát, ennek is a 2,1 mm-es változatát, mert amúgy különbség van köztük, az 1,66 mm-es az úgy emlékszem az 16.9-es, de ezt majd felírom ide a képernyőre, 1,66-os az 16.9-es, az 2.1-es az 4.3-as, én éppen a 2.1-es változatot vettem, mert az volt raktáron, de szerintem ez akkora jelentőséggel nem bír, és lesz benne egy TBS Unify Pro HV videóadó. Ahogy itt is láthatjátok, az egy 800 mW-os videóadó a Team Black Ship-től. Lesz rajta egy ilyen TrueRC antenna, és az R9M-re rakunk egy ilyen Immortal T koppintás antennát. Eléggé hasonlít a gyári TBS R9, na, szóval a TBS Immortal T antennájához nagyon hasonlít rá, viszont hát ugye nincs rajta a kis bárányka, meg más csatlakozója, sajnos erre a kisvevőre ezen más csatlakozó van, ezért nem passzolnak ezek az antennák, mondjuk ez amúgy is el van szakadva. És akkor első lépésben fel szeretném rakni ezt az izolációs kis lapocskát. Ezt méghozzá úgy fogjuk megtenni, hogy ezt igazából csak egy ground padre kell beforrasztani. Méghozzá egy kitalálom, hogy melyikre fogom beforrasztani, de szerintem... Szerintem erre, itt, mert ez rohadtul nem fog kelni, ez a rész. Így lesz benne, így lesz rajta a drónon. Így. Úgyhogy ezt a hátsó részt szerintem... Szerintem ez nem fog kelni, úgyhogy... Enne a ground padre gondoltam beforrasztani, és ugye ezt úgy kell beforrasztani, hogy itt ráforrasztasz, ittre is ráforrasztasz, ezt összeforrasztod, és akkor úgymond elizolálja egymástól az RC-t és a repülésvezérlőt. Ehhez ugye szükségünk lesz egy forrasztópákára, jól megszokott TS100-ra, ON-ra, forrasztószivacsra, és azt be kell nedvesíteni a forrasztószivacsot egy kis állványra, amire rárakom a forrasztópákát, ha épp nem használom. És ugye a forrasztópákának a tápjára. Na. Ezt is előórozom a dolgokat. Ugye ezt 400 fokra állítom be mindig. Nekem ez bevált, ez jól működik. Az Ocean márkás onnan ez tök jól funkcionál. Megtisztítottam a forrasztópákát, és akkor tolok bele egy kis ont. Először felmelegítem ugye a pedet, akkor ahol felmelegítettem, ott tolok bele egy kis ont. És amíg meg is folyik rajta. Érni. És akkor, hogy akartam? Mindig elfelejtem. Erre a pedre akartam beforrasztani. És akkor fölül is, meg alul is kap egy kis ont. Remélem, hogy lehet látni. Kicsit úgy nehéz forrasztani, hogy közben láthassátok is. Ja. És akkor
másik oldalra is beforrasszok. És akkor lerakom ide. Most csinálok el ilyet először, úgyhogy bocsánat, kicsit szerencsétlenkedek. Mármint az izolációs lottnak a beforrasztását. Mert most vettem először olyan stacket, amihez ilyet adtak. És közben is forrasztottuk. Nem fog leesni. Egész stabilnak tűnik. Na, király. Beforrasztottam. Következő lépésben rárakom a drónra. Majd fogok rakni még ilyen szilikon távtartókat a repülés vezérlő és az ESC közé, csak most felrakom, hogy fog lenni a drónban ez a repülés vezérlő, és akkor bontsuk is ki a kamerát, ezt még nem is bontottam ki. Így, ezt készítjük. Van benne egy kártya, hogy garis a termék, mit tudom én. Ugye maga a kamera, egy ilyen kis gumi sapkával érkezik, egy szivacs. Ezek vannak a kamerának a tokjában, dobozában. Egy ND8-es ND-filter, bár nem igazán értem, hogy egy FPV kamerára minek kéne ND-filter, de jó legyen. Hát ha mondjuk, ha nagyon sütőnap esetleg nagyon, akkor használható lehet, de hát mindegy. Küldik a kábeleket. Ezeket ugye én nem szeretem használni, mert mindig elveszettem őket. Ezt meg főleg nem szoktam használni, hogy ezeket egy félre is dobálom. Viszont erre szükségünk lesz. Mégpedig azért, mert ezzel tudjuk összekötni a repülésvezérlőt meg a kamerát. Csavarok is szükségünk lesz. Erre majd egy ilyen 3D-s nyomtatott kameratartót tervezek rárakni. Csak még nem nyomtattam ki, nem volt rá időm. Úgyhogy, de most ezt össze szeretném rakni. Csak hogy megnézzük, hogy fog ez kinézni. És akkor bedugom ezeket a csatlakozókat. Kb. Idáig lesz, itt lesz fel a kamera, és akkor innen kell behúzni a dolgokat. És akkor ugye ezeket meg kell bekötnöm. Tehát videó be, ground 5 volt, és szerintem ez egy LED pad, LED és egy ground padre fogom bekötni ezt a vezérlőt, ugye ahogy a Nazgul 5-ösnél tettük. És akkor kb. Így itt elvágom ezeket a kábeleket. Pont olyan hosszúak lennek, amilyenek lennék kell, csak egy pici pluszt hagyok rajta, mivel hogy legyen játékterem esetleg, hogyha szerelni kell, akkor ne legyenek annyira közel a kábelek. Tudjam esetleg mozgatni az alkatrészeket, ha kell őket. Így mondjuk. Na, ez jó is lesz így. Na, és akkor ezt ki is hozhatjuk. Megnéztük, hogy
milyen hosszú a káblák. Ezeket félre is rakjuk. Ezeket szeretem félre rakni, mert mindig jól jönnek a szilikon káblák. Jó, és akkor elővonozzuk a pedeket. Még hozzá ezt a hármat itt. Szépen lehúzom róla a szigetelést. Ezeknek a pici kábráknél tök könnyen lejön, csak simán körömmel le lehet szedni. És akkor ne felejtsétek el megtekerni, mert szanaszét lóghatnak, ha nem tekeritek meg őket, miután leszedtétek a szigetelést. És kicsit több szigetelés van rajta, vagy de kicsit kevés a szigetelés, akkor azt szoktam, hogy kicsit így meghúzom, így, és akkor pont annyi lóg ki a kábelbe, amennyiknek ki kell lógni, se több, se kevesebb. Na. És akkor ezt megvonozom őket. Jó, és őt ráforrasztom már a cuccra. Hogy néz ki, hogy néz ki? Így. Kamera. És ilyenkor jól tudja adni, amúgy egy csipesz, mint például ez. Mert könnyebb csipesszel forrasztani, mint puszta kézzel. Jó, kész. Kész vagyunk. És valahol, itt van. Szükségünk lesz ugye erre a 180 ohmos ellenállásra. Ezt fogom beforrasztani a zöld színű vezetékre. Ezt egy picit meg is vágom, hol raktam a zöld színű vezetéket, megvan. Ezen vágok egy picit. Itt. És akkor elővonozom ezt a ellenállást. Ezt fogjuk ugye berakni Hoppá. Én és a pici alkatrészek forrasztása, az két külön történet. Sem ment túl jól. Őszintén szóval. Na. Így. És ugye erre a 180 ohmos ellenállásra azért van szükség, hogy működjön a kamerakontroll is. Nekem ezt az idegesítő nyálkos joystickot bekötnöm. Vagy hát magammal hurcibálom mindenhova, mert azt mindig elhagyom. Jó, és akkor még egy kis darabra szükség lesz. Ezt is előforrasztom. Előónozom, nem előforrasztom, előónozom. Jó. Nem lehet látni. Már még én sem látom, mit forrasztok, mert annyira pici ez a cucc.
Hát nem lett életem forrasztása, de nem enged el, úgyhogy célját kitörzi, amúgy is lesz rajta egy dzsugort, és az kicsit össze fogja tartani a dolgokat. Így, ráhozok egy darab zsugorcsövet. Jó, kész. És akkor megmelegítettem egy öngyújtóval. Szedjük a végét. És akkor ugye ezt a LED meg a groundra kell bekötni. És akkor a groundot kötjük a LED pedre, nem tudom, mennyire látjátok, remélem, hogy lehet látni. Tehát akkor a groundot kötjük a LED pedre. Groundot kötjük a LED pedre. A zöld színű vezetéket pedig a groundra. Na. Ez kész. Jó. Következő lépésben bekötöm a videó adót. Ezt úgy tervezem, hogy ez a top plate-re lesz ráragasztva egy dzsugorcsövezés után, úgyhogy ezzel hagyok bőven vezetéket. Jó, és úgy terveztem, hogy itt van egy 9 voltos ág, arra 9 voltos ágra fogom rákötni. Így van. Itt van egy kilenc voltoság, és itt a videó. Jó, tehát akkor ezt így ide rákötöm erre a sorra. Na, ezt előforrasztjuk akkor. Lassan ránézek, hogy van-e sort. Szerintem nincs, király. És akkor az úgy néz ki, hogy ott. VCC. Jó. Ez a 9 volt. Ez a fehérkával pedig ugye a Smart Audio lesz. Ez a sárga pedig ugye a videó. Na, király, ezt bekötöttük. És akkor marad a vevőnek a beforrasztása, ami kicsit nehezebb lesz, mégpedig azért, mert kábelekkel. Nincsenek hozzáadott kábelek, nem adnak hozzá kábelt, és neked kell hozzászerezned, és csak ilyen maradványi kábeleim vannak. Szerintem tök jók lesznek ezek. Na. És
Ezt elővonozzuk. Úgy van ennél a vevőnél, hogy ez egy inverted esport, ez a VCC, tehát itt kapja be meg az 5 voltot, vagy 10 voltot. Azt hiszem, hogy van 3,5-től 10 voltot, ez a ground, ez az uninverted esport, ez meg az S-bus outja ennek a kis műtyűrnek, olyan kis picike, nehéz, tök nehéz ráforrasztani. Ezt az olyan nagyon szeretek ilyen kis dolgokat forrasztani, mert nehéz. Kap egy groundot is. És akkor rárakjuk ezt az antennát, és ha ráraktuk az antennát, akkor fogok rárakni egy ilyen antennaragasztó ilyen trutymót, igazából egy ilyen sárga cucc. Ezt rá kell kenni, hagyni kell, hogy megszáradjon, és akkor megszárad, utána tök jól ott tartja az antennát. És szerintem erre a Unifier is fogok rakni ilyet, mert neki is ilyen jól felcsatlakozó, olyan, amit gyűlök, szerintem az egyik legrosszabb dolog. MCX sokkal jobb, mert egyrészt nem törik le, kettő meg, hogy tök könnyű forrasztani, hogyha mégis letörni, mert amúgy letörtem már egy párat. Nyilván ez megint csak az én baromságom, és nem azért, mert maga UFL, vagy már az MCX csatlakozó rossz lenne, hanem azért, mert hát elég csúnya odobasztam dolgokhoz, és hát... Nem túl könnyű. Ont. Bocsánat, tolok bele egy kis ont. Jó, és akkor kell még egy ilyen. Ez kész. És akkor még kell egy S-bass. Szóval én sose figyelek a színezésre. Az a baj, hogy sosincs olyan színű kábelem, mint amilyen kéne, hogy legyen. És mindig ilyen random színeket használok. Ez nyilván olyan dolgokhoz vezethet, hogy mondjuk valamit olyan helyre kötsz be, ahol nem kéne. És akkor lesz a nagy boom. Kicsit rövidebbre kéne húzni. Na, így. Sokkal rövidebb lett. Na. És nézzük is, hogy ezt hova kell bekötni. Itt van egy S-bass, 5 volt ground, meg szereznünk kéne hozzátartozó, az a UART 1. TX1-et. Az hol van? Hol van a TX1? Nincs kihúzó pluszba a TX1. Ez király. TX1. Jó, hát akkor marad a TX6. Tehát azt tervezem, hogy mivel, hogy ugye a UART 1 az az S-bass. Itt az van, hogy itt van az inverter. Tehát ugye ennek, ez mivel ugye egy inverted szignál, ennek kell egy hardware-es inverter az F4-es vezérlőkön. Kicsit ezt el is vágom.
szépen ezeket leszedem, ezeket a végeket. És ezt is letépem, így. Megtekerem. Egyiket. Már majdnem kikapcsolt a forrasztópák közben. No. Tudom, mit elő kell forrasztanunk, az S-Bus 5 volt ground, azok a másik oldalt vannak, ugye? Hogy van? Ez így van. Ah, jó, így van. Hát, kössük erre. Sincs el semmit. Hopp. Nagy a szélnek. Sok lett rajta az ól. Na. Szépen előhozom. Voltod. Megpróbálom beforrasztani, hogy látszódjon. Azt szoktam, hogy itt bele rárakom a forrasztópákát, és ha megfolyt egy kicsit az von, akkor de rohadt forró. Ezért kell a csipesz. Szóval. És akkor kell még ez. Jó. És akkor maradt egy utolsó dolog, amit mi be kéne forrasztanunk. Az pedig egy TX6 lesz. TX6. De hogy az... Az ez. Én. És akkor ezt így megfogjuk. És akkor ezt a bit beletoljuk. Na, ez kész. És akkor ez úgy fog kinézni, hogy hol van. Addig mindent elhagyok, hol raktam. Szóval. Szépen ezen át szuszakoljuk. Ahó. Menj már át. Nem akar át menni rajta. Túlnéz a csip. Már le fogok róla törni, na mindegy. Szóval. Ez így rajta lesz. Ezen, és akkor ez így. Így fogom rá kábelkel tegelezni a tetejére ezt a vevőt. És akkor így, hogy elérhető legyen esetleg a bind gomb. Na, így né. Itt, itt lesz rajta az antenna. Én. És arra gondoltam, hogy így a hátulján majd valahogy kivezettem, még nem tudom hogy.
De ez majd a, majd a következő videóban fejeződik be az a drón. Ebben a videóban ennyit szerettem volna szerelni. Tehát akkor összefoglalva, hogy mit csináltunk ma. Beforrasztottuk a videóadót, beforrasztottuk a kamerakontrollt, a kamerát és a vevőt. És akkor a COVID következő videóban befejezzük ezt a drónt. Ennyi. Ennyiről szerettem volna beszélni a mai videóban. A beépített termékek linkjét megtaláljátok lent a videó leírásában. A következő videóig pedig jó repülést kívánok nektek. Sziasztok!